A Győri Ipartörténeti Alapítvány fontosnak tartja, hogy áthatóvá tegye Győr ipari múltját, ezért indította el ipartörténeti emlékhelytábla projektjét. Az alapítványnak köszönhetően 2005 óta már számos győri nagymúltú cég egykori létezésére táblák emlékeztetnek, melyek segítségével bárki informálódhat Győr múltjának meghatározó nagyvállalatairól. Elnökünk Miklós Lajos egyszer azzal állt elő, hogy legalább a gyorsan kopó ipartörténeti helyeket valami látható módon mégiscsak emlékként megőrizzük. Így születtek az itt is látható emléktáblák, amely emléktáblák QR kódján az adott hely ipartörténeti emlékeit egy okostelefon segítségével meg lehet ismerni. Ezek a helyek sokak számára nosztalgikus élményt nyújtanak, az emlékek pedig még szebbek, ha az emlékezők megoszthatják egymással. Ez volt az egyik célja annak a hétfői gyalogos túrának, amit az alapítvány kezdeményezett. A mai napon mi azért vagyunk boldogok, mert az első Győr keleti oldalán lévő ipari objektumokat tudjuk ilyen szép számú, szép őszi napon a győriekkel körbesétálni, és én gondolom, hogy egy kicsit nosztalgiázni is, hiszen valamennyiünknek, vagy személyes, vagy családtagján keresztül valamelyik stációnál biztos, hogy az emlékei feltörnek. A kezdeményezés sikerét az is mutatja, hogy sokan indították a hetet egy kellemes interaktív sétával. A programhoz a WHO Egészséges Városok Programiroda és a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület is csatlakozott, hiszen a közös séta ötlete kettős célt szolgál. A Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület 2 éve hozott létre gyaloglóklubokat, ma már 6 helyen működnek a városban. Készítettünk plakátokat, szórólapokat is, szeretnénk ezeket a lehetőségeket terjeszteni a nyugdíjasok körében, hiszen a mozgás nagyon fontos lehetőség arra, hogy egy kicsit próbáljuk az időskor hátrányait korrigálni, illetve megpróbáljuk fiatalon tartani, egészségesen tartani magunkat. Mi a mai cél? Kettős cél, egyrészt Győr múltjával ismerkedni, másrészt gyalogolni egy nagyon kellemeset, jó időben, jó társaságban, és megismerni a győri gyaloglási lehetőségeket. A programon résztvevők a túra során a gyárvárosban felállított emlékhelyek történetét ismerhették meg, emellett pedig sokat tettek az egészségükért is.